Oké, magyar bakták, Hare Krishna, itt vagyunk, süt a nap, szép az idő, készülünk Puszáromra, de azelőtt csináljuk a podcastot. Divyanám Prabhunak a kérdése. Divyanám kérdezi. Úgy hallottam, hogy az Úr Chaitanya az elkülönülés hangulatában végzett odaadó szolgálatot hirdette. Lehet-e tapasztalni elkülönülést, amíg nem tapasztaltunk együttlétet? Igen. Igen. Mert a társulást tapasztaljuk az alapon, hogy hallunk. Találkozni, arra szükséges szeretet, prema, az nem fog csak történni egy napról a másikra, de hallani mindig lehet. Lehet, és amennyivel többet hallunk, akkor egy koncepció felépül nekünk Krishnáról, ki igazából Krishna, ki Chaitanya Mahaprabhu, mi az ő kedvelésük, és ez alapon ugyanúgy, mint minden más, nekünk nem kell találkozni valakivel, avval, hogy mi ragaszkodjunk hozzá, vagy még érjünk eltávolást, ugyanúgy, mint, nem tudom, valaki elmegy egy moziba, és ott lát valami színészt, és nagyon szerelmes lesz a színészbe, csak az alapon, hogy hallottam és láttam, nem találkoztam személyesen, de találkoztam hangvibráción át, és akkor, amikor vége a mozinak, akkor úgy érzem, milyen jó lenne. Szóval ott van, és nem, hogy ott van ez a dolog, hanem Srila Prabhupád mondja, hogy ezt kell kultiválni. Na most ez van a Sankalpa Komudiba, ugye az nincs magyarul? Nincs. A Sankalpa Komudi nagyon részletesen, hogy Srila Prabhupád hogy akarta, hogy a bakták mondta, hogy próbáljad érezni. Van nekünk tapasztalat, mi hiányzunk, annyiféle más dolgok hiányzik, csak hirdetésben, nem tudom, látok egy új telefont, és akkor már rögtön hiányzik. És amikor hallom, hogy milyen csodálatos, nem tudom, valami játék vagy valami, akkor akarom. Szóval pont ezt a dolgot, de erre szükséges, hogy mi hallunk. És azért van fontos, Shravanam Kirtanam. Szóval ebből kezdődik, hogy Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam. Amikor hallunk, és amikor énekelünk, akkor ez az eltávolás, ez a Smaranam. Ez az, hogy érzem. És érzem azért, mert meditálok rajta. Ez egy meditáció. És az fog jönni, de olyan irányba jön, mint ahogy hallunk, és ugyanakkor sértés nélkül énekelünk, és igen, nem kell. Először van az eltávolás, és aztán van a találkozás. Amikor megfordítjuk a rendszert, hogy először találkozni, az szájjaizm, és ez ugye lehetetlen, meg Krisnát nem lehet csak úgy megfogni. Jó, kedves bakták, Hare Krishna, Srila Prabhupád ki, jaj!